Mivel úgy országunk nemeseinek, mint másoknak, a Szent István király által elrendelt szabadsága egyes uralkodók erőszakossága miatt, akik hol tulajdonharagjukért vettek elégtételt, hol meg gonosz vagy saját hasznukat hajszoló emberek álságos tanácsára hallgattak, számos tekintetben csorbát szenvedett. A nemeseink kérésekkel és fáradhatatlan álhatatossággal számos alkalommal ostromolták már a mi és erődeink, az ő uralkodóik felségét az ország megjavítását illetően. Mindörökre érvényben maradjon. Második András király és az aranybulla. Az aranypecséttel megerősített uralkodói kiváltságlevelek, az úgynevezett aranybullák közül kiemelkedik II. András király 1222-ben kibocsátott oklevele. Határozatainak legtöbb cikkeje a királyi szervienseknek nevezett közép- és kisbirtokosok, vagyis a későbbi köznemesség jogaival foglalkozik. Olyan bírói, adómentességi és katonáskodási kiváltságokat rögzít, amelyek később a nemesi jogok alapjává váltak. Az aranybulla ugyanakkor a magyar parlamentarizmus kialakulásának is fontos állomása. Itt foglalták először írásba a korábbi szokásokon alapuló országos gyűlést, amelyet augusztus 20-án Szent István napján tartottak. Az évenkénti panaszokat meghallgató fórum a későbbi országgyűlések előképének tekinthető. Az aktuális gazdasági intézkedések mellett rendelkezései általános sérelmeket hivatottak orvosolni. Eltiltva például a nagyurakat a bírói ítéletek végrehajtásának megakadályozásától, védelembe véve az özvegyek jogait, megszüntetve a bírói ítélet nélküli letartóztatást. Több cikkely szabályozza a királyi méltóságviselők tevékenységét, meghatározva hatáskörüket, megtiltva nekik a hatalommal való visszaélést, korlátozva a tisztségek halmozását, szabályozva az idegenek tisztséghez jutását. A rendelkezéseket be nem tartó király ellenében a királytanács tagjai a hűtlenség vétke nélkül felléphetnek. Ezt az ellenállási jogot a középkorban nem alkalmazták, és nem is hivatkoztak rá, végül 1687-ben a Magyar Országgyűlés lemondott róla. Elrendeljük azt is, hogyha mi vagy utódaink közül valaki bármikor is ezer rendelkezésünknek ellen szándékozna szegülni, egyrészt a mostani és jövőbeni püspökök, másrészt a többi jobbágyok és az ország nemesei összességükben és egyenként oklevelünk felhatalmazása alapján bármiféle hűtlenség szégyenbélyege nélkül szabadon rendelkezzenek a velünk és utódainkkal szembeni ellenállás és ellenszegülés felhatalmazásával. Szövegéből kiderül, hogy eredetileg 7 példányban állították ki. A király és a nádor mellett a pápa, a templomosok, a johanniták, valamint az esztergomi és a kalocsai káptalan is kapott belőle. Ezek közül azonban egy sem maradt ránk. Az eredeti kiváltságlevelet a király 1231-ben több helyen megváltoztatva megújította. Eredeti példány ebből sem maradt ránk, szövegét azonban a pápai regisztrumkönyvek megőrizték. A későbbiekben az 1222-es törvény szövegét tekintették az első írott magyar alkotmánynak, elsősorban azért, mert az uralkodó és a kiváltságokkal rendelkező nemesség egyességét látták benne. A királyi hatalom korlátozását, a középkori értelembe vett szabadságjogok elismerését. A magyar aranybullát méltán emlegetik Európa első szabadságlevelei között, mint a társadalmi szerződések középkori előképét. Szövegét csak későbbi másolatokból ismerjük. 1318-ban átírták ugyan a magyar főpapok, az uralkodó azonban nem erősítette meg. Ezt a példányt az esztergomi prímási levéltár őrzi. Királyi megerősítést csak 1351-ben Nagy Lajos király törvényében kapott, ezért ezt tekinthetjük a legrégebbi hiteles átiratnak. Az eredeti szöveg csak egy ponton változott. A birtokok feletti szabad végrendelkezés helyett megerősítette az ősiség törvényét. A rendelkezés nem engedte az örökölt birtokok elidegenítését, azok csak a család teljes kihalása esetén lehettek a királyé.
Az 1351-es megerősítésből 8 eredeti példány is fennmaradt. Ebből 7-et a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára őriz. A hátlapokra írt címzésekből és feljegyzésekből tudjuk, hogy az Abaúj, Csanád, Bereg, Bihar, Körös, Sáros és Ugocsa megyék számára készített példányok maradtak meg, egy esetben pedig sajnos már nem olvasható a címzett. Ez alapján feltételezhető, hogy 1351-ben minden megye kapott egy-egy példányt, vagyis legalább 60-70 példány készülhetett belőle. Az aranybullának nevezett kiváltságlevél nevét a ráfüggesztett fémpecsétről kapta. Második András királynak az a kétoldalas aranypecsétje, amilyen az 1222-es aranybullán függhetett, két oklevélen is megtalálható az MNL országos levéltárában, és az esztergomi prímási levéltár is őriz belőle egy példányt. A nálunk körzött egyik példány az 1926-os bádeni egyezmény keretében került haza Bécsből, Imre király 1202-ben kibocsátott, szintén aranybullával megerősített oklevelével együtt. A két oklevél szorosan össze is tartozik. Imre oklevelét 1221-ben maga András király írta át és erősítette meg. A másik aranybulla példányunk egy horvátországi birtokadományozásról szóló oklevélen függ, és a Kállai család levéltárával került közgyűjteménybe. 1874-ben a Nemzeti Múzeum levéltári osztályára, majd 1934-ben az országos levéltárba. A prímási levéltár példánya az 1233-ban kiadott, úgynevezett Beregi egyezményt írásba foglaló oklevélen függ. Az 1351. évi törvényből tehát nem csak az aranybulla szövegét ismerjük, de II. András eredeti aranypecsétjeiből is fennmaradtak többé-kevésbé épp példányok. A 12. századi magyar királyok közül II. Gézáról és III. Istvánról is tudjuk, hogy használt aranypecsétet, ezeknek azonban az évszázadok során nyomuk veszett. Ránk maradt viszont egy Béla nevű király aranypecsétje, amely valószínűleg egy oklevélről származik, és a kutatás III. Bélát tekinti tulajdonosának. A magyar uralkodói pecsét használat igazi fordulópontja azonban fiának, Imrének 1202-ben kiadott oklevelén függő aranypecsétje, mely egyetlen példányban maradt fenn. Ez az első kettős pecsét, amelynek hátoldalán megjelenik a dinasztia és az ország hétszer vágott pajzsa. Mivel Imre király másik fiának, II. Andrásnak az aranypecsétjén is a sávozott pajzs látható, a kutatás joggal feltételezi, hogy a két fiú apjától örökölhette a címert, tehát akár már III. Béla is viselhette pajzsán. András pecsétje préselt aranylemezekből összeforrasztott üreges érem. Előlapján a trónon ülő uralkodó alakja látható, arca plasztikusan kidolgozott, fején nyitott liliomos korona, jobb kezében pedig szintén liliomos jogar tűnik fel. Baljában keresztes országalmát tart. A király feje mellett újításként kozmikus szimbólumok is felbukkannak. Egyik oldalon a nap, a másikon a hold, vélhetően egy csillagábrázolással kiegészülve. Bár az égi testek közvetlenül a megfeszített Krisztus előtt hódoló világmindenségre utalnak, a legújabb kutatások szerint András esetében a legvalószínűbbnek a keresztes elkötelezettség tűnik, hasonlóan oroszlán szívű Richárd angol király pecsétjeihez. Az előlap köriratában a titulatúra kapott helyet, itt olvashatók azon országok nevei, amelyek felett András uralkodott. András Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Galícia, Lodoméria királya. A hátoldal sávozott pajzsának páros mezőiben egymás felé forduló oroszlán alakok tűnnek fel, kis pajzsokkal elválasztva. Köriratának szövege: II. Andrásnak, III. Béla fiának pecsétje. Az 1222. évi aranybulla létrejöttének körülményeiről keveset tudunk. II. András trónra lépését követően számos reformot vezetett be, amelyek az ország modernizációját célozták. Ellenzéke többször próbálta ezeket megakasztani, utoljára 1222 tavaszán tettek erre kísérletet.
A politikai válság megoldását az uralkodó az aranybulla kiadásával kísérelte meg. Magához ragadva a kezdeményezést, a dekrétum kifejezetten a király akaratot tükrözi. És hogy ezen engedélyünk egyrészt, rendelkezésünk másrészt a mi és utódaink uralkodása idején mindörökre érvényben maradjon, 7 oklevél példányban megirattuk ezt, és aranypecsétünkkel megerősítettük. Az oklevél saját korában betöltött szerepénél sokkal fontosabb az utókor értékelése és értelmezése. Az 1222 után viszonylag hamar feledésbe merült dekrétum tisztelete a későbbi évszázadokban vált hagyománnyá. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott az is, hogy kivételesen ünnepélyes formában 7 aranypecsét alatt bocsátották ki. Jelentőségét jól mutatja, hogy a dekrétumot a későbbi évszázadokban trónra lépő uralkodóknak is meg kellett erősíteniük.